Elutasító választ küldött Orbán Viktor Barroso levelére, a tervezetek megfelelnek az európai jogrendnek. LMP-sek láncolták magukat a parlament bejáratához, a szavazásra váró jogszabályok ellen tüntetnek. Ma temetik Václav Havelt, a ceremónián részt vesz Schmidt Pál köztársasági elnök is. Rendőrök kávéval kínálták az autósokat a román határ közelében, a pihenésre is figyelmeztetik őket. Jó napot kívánok! Elutasító választ küldött Orbán Viktor kormányfő José Manuel Barroso levelére. Az Európai Bizottság elnöke néhány napja a stabilitási és a jegybank törvény tervezetének visszavonását javasolta a magyar kormányfőnek. A miniszterelnök szerint egyik tervezet sem ütközik az európai jogrenddel. Ezért tudtam egy udvarias és elutasító választ adni. Röviden így foglalta össze az Európai Bizottság elnökének írt válaszlevél tartalmát a kormányfő, aki kiállt a stabilitás és a jegybank törvény tervezete mellett. Azokat a január 1-től hatályos új alkotmányos rend építőköveinek nevezte. Ezek a törvények nem tartalmaznak semmi olyat, amit neki jogában, módjában állnak kifogásolni. A miniszterelnök az új jegybank törvényről azt mondta, hogy az eredetileg beterjesztett indítvány sem ütközött egyetlen pontban sem az uniós joggal. Orbán Viktor szerint pedig szinte mindennapos, ha az Európai Bizottság is egy uniós tagállam valamiben nem ért egyet. 700, több mint 700 olyan vita van, ahol a bizottság megtámadta az adott tagországot, és azt mondta, hogy valamely jogszabálya ütközik az Európai Uniós jogba. Ebből a több mint 700-ból ránk összesen 14 esik. Nekünk van a legkevesebb, Málta, Ciprus, Magyarország, 14. Az IMF tárgyalások tétjéről is beszélt a kormányfő. Orbán Viktor szerint hazánk nem akar hitelt felvenni a valuta alaptól, de az eurozóna válsága miatt egy elővigyázatossági hitelkeretnek szükségét látja, de nem minden áron. Nem kellene ennek ilyen nagy feneket keríteni. Az egész ügynek nincs ekkora jelentősége. Ha megállapodunk az IMF-fel, akkor van egy biztonsági szerződésünk, ha nem állapodunk meg, akkor nincs. Attól még az ország áll a lábán is működik. A Standard & Poor's leminősítéséről szólva a kormányfő úgy vélekedett, idézem, egész Európa támadás alatt áll, lassan hozzá is szoktunk. Ezért is el is veszíti a jelentőségét. Úgy tervezzük, hogy januárban folytatjuk. Ezt közölte a magyar EU-IMF tárgyalások menetéről az Európai Bizottság szóvivője Olivier Bailly. A Standard & Poor's leminősítő döntését az Európai Bizottság nem kommentálta. Tudomásul vettük a bejelentést, amelyet a három fő hitelminősítő egyike tett közzé. Ez egy vélemény a sok közül. Úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaságról nekünk pontosabb információink vannak. Közösségi mechanizmust alkalmazunk a gazdaságok ellenőrzésére, és kapcsolatban állunk a tagországokkal. Leminősítette Szlovéniát tegnap este a Moody's, de még mindig a befektetésre ajánlott kategóriába van. Ausztria és Szlovákia besorolását pedig javította ugyanez a hitelminősítő szervezet. LMP-s képviselők és aktivisták láncolták magukat a parlamenthez, autós bejárataihoz, és megbénították a forgalmat a déli kapunál. A rendőrök egy hidegvágóval vágták el a láncot. Kisebb dulakodás is kialakult, mikor félretolták az aktivistákat a kaputól. A politikusok a házban ma szavazásra váró jogszabályok, elsősorban a pénzügyi stabilitási és a választójogi törvény ellen tüntetnek. Hangsúlyozták, hogy egyéni akcióról van szó, és lemondtak mentelmi jogukról. A helyszínen van tudósítónk Zakar Ádám. Szia Ádám, mi történik most a helyszínen? Nagyon mozgalmas fél óra van mögöttünk itt a parlament déli kapujánál. Tényleg percekkel ezelőtt az utolsó tüntető szimpatizánst is elvitték itt a rendőrök mellettem, és a kapu másik oldalán is nagyon sok tüntető jött össze. Őket szintén elvitték a rendőrök. Úgy tudjuk, hogy 9 LMP-s képviselőt is, illetőleg független képviselőt is, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt is elvitték innen a helyszínről. Zakar Ádám, köszönjük szépen! Ma dönthet az országgyűlés, a szocialista Juhász Ferenc vont honvédelmi miniszter és Horváth Zsolt Fidesz képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Juhászt hivatali visszaélés, Horvátot engedély nélküli ügyvédi tevékenység miatt hallgatnák így gyanúsítottként az ügyészség. Nem leszámolás, hanem elszámoltatás zajlik, amelyben a Gyurcsány kormány immáron 4 minisztere érintett, mondta ma az elszámoltatási kormánybiztos. Ha Juhász Ferenc mentelmi jogát felfüggeszti az országgyűlés, akkor ő is az eljárás gyanúsítottjává válik.
Ha Juhász Ferenc mentelmi jogát ma a parlament megszavazza, akkor ő az úgynevezett HM lakásügyeknek az egyik gyanúsítottja lesz, és tekintettel arra, hogy a 2002 és 2010 közötti időszakot vizsgáltuk, ahol nem csak Juhász Ferenc volt miniszter, hanem volt egy másik miniszter, Szekeres Imre is. Úgy gondolom, hogy ezeknek a lakásügyeknek a vizsgálata újabb gyanúsításokat fog maga után vonni. Rendőrök vittek kényszervérvételre egy mohácsi bírót. Nem akarta ugyanis megfújni a szondát. A bíró Pécsett egy belvárosi utcában hajtott bele a járdán parkoló kocsiba. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a kocsi egyik oldala totálkárosra törött. A bíró ittasan vezetett és mentelmi jogára hivatkozva megtagadta a szondáztatást. Építetőjéről, Bernádi György egykori polgármesterről nevezheti el a Marosvásárhelyi 2-es számú általános iskolát. A városban nincsenek önálló magyar általános iskolák. 13 vegyes tanintézmény van, közülük egy sem viseli magyar ember nevét. Ez a Marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola, Bernádi György építette. A magyar szülők közössége ezért tűzte ki célul, hogy az intézményt az alapítóról nevezzék el. Aláírásgyűjtésbe kezdtek, és elérték, hogy az önkormányzat napirendre vegye. Kíváncsian figyeljük majd, hogy hogyan alakul a helyzet. Tehát a mi akciócsoportunk addig folytatja az akcióját, ameddig felkerül a dr. Bernádi György neve az iskola homlokzatára. A román pártok is megszavazták, hogy Bernádi Györgyről és az első román polgármesterről, Emil Dandiáról is nevezzenek el egy-egy iskolát. Az RMDS ezt a Párbeszéd sikerének tartja. Más iskoláknál is vannak etnikai feszültségek, tehát ez tulajdonképpen ez a folyamat számomra tanulság volt, ami a dialógust jelenti, a szülők, illetve az iskola vezetősége, tanári kara és a politika között. Az alpolgármester azt mondja, egyelőre csak szándéknyilatkozatot szavaztak meg. A névadás ugyanis idén még a tanfelügyelőség hatáskörébe tartozik. Jövőre viszont változnak a szabályok, és akkor már az önkormányzat dönthet az iskolák nevéről. Elmarasztalta a szlovák frekvencia tanács a szlovák közszolgálati televízió magyar nyelvű magazinját. Eszterházi Jánosról készítettek riportot, és a tanács szerint nem adtak teret a szlovák véleménynek. Eszterházi a II. Világháború idején a szlovák parlamentben egyedüliként emelt szót a zsidók deportálása ellen, mégis lenácizta őt a szlovák államfő. Eszterházi Hanvai jelenleg egy prágai temető tömegsírjában pihennek. Több tudósítást is készített augusztus elején gróf Eszterházi János morvaországi síremlékének megkoszorúzásáról a Magyar Magazin riportere. Politikusnak lehet tisztességesnek is lenni. A szlovák médiahatóságnál bepanaszolták az egyik összeállítását. Az eredeti riportot a hatóság a vizsgálat végéig zárolta, de az tény, hogy abban megszólal a mártír halált halt felvidéki magyar politikus egyik raptása. Felidézik benne, hogyan halt meg Eszterházi János a morvaországi Mirovban. Szó esik esetleges boldoggáavatásáról és arról is, hogy Szlovákiában máig nem rehabilitálták. A panasztevő szlovák történész szerint az eszterházi bírálók véleménye hiányzott. A riporter bemutatta Eszterházi János életrajzát, de fontos momentumokat nem említett meg, mondja a frekvencia tanács elnöke. Szó volt róla, hogy bizonyos körök boldoggá avatnák Eszterházit, ugyanakkor arról nem szólt az anyag, hogy sok nézet ezzel éppen ellentétes. Eszterházi János a két világháború között és a II. Világháború idején is következetesen küzdött a szlovákiai magyarok jogaiért. Egyedüli képviselő volt, aki nemet mondott a szlovák parlamentben a zsidók deportálására, és maga is mentette az üldözötteket a vészkorszakban. Szlovákiában azonban máig vitatott történelmi szerepe, több szlovák politikus, köztük maga Gasparovics államfő is fasisztának nevezte a közelmúltban, amivel magyarországi politikusok szerint az egész magyarságot sértette meg. Eszterházi Jánost nemrég az egyik befolyásos New York-i zsidó szervezet, a Rágalmazás ellenes liga, posztumusz elismerésben részesítette. Adásunkkal egy időben kezdődött Prágában a hivatalos állami gyászszertartás, amelyen Václav Haveltől búcsúznak. Az utolsó csehszlovák és az első cseh köztársasági elnök, drámaíró és emberi jogi harcos vasárnap 75 éves korában hunyt el. Hajnal óta gyülekeznek az emberek a prágai várban, hogy személyesen vehessenek búcsút Václav Haveltől.
Nem véletlen, hogy ennyien itt vagyunk. Szeretnénk kifejezni iránta érzett hálánkat. Sokat tett az országért, mondja Dominik Hašek, a csehek legendás jégkorong kapusa. A volt cseh elnököt a Szent Vítus székesegyházban hivatalos állami gyászszertartással búcsúztatják. A ceremónián részt vesznek a világ több országának vezetői, köztük Schmidt Pál köztársasági elnök is. Az utolsó csehszlovák és az első cseh köztársasági elnöktől, drámaírótól és emberi jogi harcostól az állami gyászszertartás után a Havel család szűkebb körben vesz búcsút. Václav Havel híveik közben már most több mint 10 000 támogató aláírást gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy a prágai repülőteret róla nevezzék el. Szimbolikus jelentősége van annak, hogy Havel a repülőtér közelében raboskodott. Ezen kívül innen a repülőtérről indulva nyílt meg a világ a csehek számára 40 év elszigeteltség után, magyarázza egy prágai férfi. Ma Szlovákia is Václav Havel gyászolja. Reggel 8-tól este 6-ig tart a hivatalos állami gyász az országban. A francia nemzetgyűlés törvényben tiltotta meg az örmény népirtás tagadását. Törökország már jó előre tiltakozott. Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök pedig kijelentette, hogy idézem, aki népirtást akar látni, annak vissza kell fordulnia és megnézni saját piszkos és véres történelmét. Ezzel a francia gyarmatosításra utalt. 1,5 millió örmény gyilkoltak meg az első világháború idején Törökországban. A francia kormány már 2001-ben népirtásnak minősítette, de akkor még szankciókról nem volt szó. Tegnap azonban a francia nemzetgyűlés megszavazta a törvényt. 1 év börtönbüntetéssel és 45 000 euró, vagyis csak nem 14 millió forint pénzbírsággal sújtható az, aki tagadja a népirtást. A törvény az összes Franciaországban népirtásnak minősített eset tagadását tiltja, vagyis például a holokausztét is. Örményországban az emberek örülnek a francia törvénynek. Győzött az igazság, és ennek már réges-rég meg kellett volna történnie, magyarázza egy jereváni férfi. Törökország nem ismeri el a népirtást. Szerintem mindössze 500 000 örmény halt meg ebben az időszakban, és őket is az első világháború áldozataiként tartják számon. A török miniszterelnök a francia elnökválasztási kampánnyal hozta összefüggésbe a törvény elfogadását. Török ellenességgel és iszlám ellenességgel szavazatokat szerezni egy elnökválasztási folyamatban igenis aggodalmat kelt bennünk, mondta Recep Tayyip Erdogan. A török vezetés úgy döntött, hogy befagyasztja politikai és katonai együttműködését Franciaországgal. Ébresztő akcióba kezdett a Hajdúvihar megyei rendőrfőkapitányság. A sofőröket az általános ellenőrzéseken túl kávéval és teával kínálták. Az akció január 12-éig tart a magyar-román határhoz közeleső főutakon. A szondáztatás és a papírok ellenőrzése után szokatlan kérdést tettek fel tegnap éjszaka a Hajdúvihar megyei rendőrök a sofőröknek. Kávét. Vagy esetleg egy teját itt helyben meg tudjuk kínálni. Ez volt az ébresztő akció kulcsmondata. Így szerették volna ébren tartani a volán mögött ülőket. A sofőrök többsége megköszönte a figyelmességet, de azt mondták, ők mindig betartják a pihenőidőt. Inkább akkor nem is indulok. Vagy hogyha úgy én, hogy elfáradok, akkor félreállok egy benzinkútnál, vagy parkolóba, és akkor elalszom egy óra, 2 óra, és akkor tovább az úton. A rendőrség tapasztalata azonban más. Hajdúbihar megyében idén az éjszakai órákban 4 halálos baleset is történt. A rossz látási viszonyok mellett a fáradtság is közrejátszott. Akad olyan sofőr, aki több ezer kilométer után sem pihen, csak hogy minél hamarabb átlépje a határt. A Nyugat-Európában dolgozó román, moldav és bolgár vendégmunkások elindulnak hazafelé a karácsonyi ünnepekre, és szeretnénk, hogyha mindenki elérni az úti célját, és itt Magyarországon nem következne be semmilyen halálos vagy súlyos kimenetelő közlekedési baleset. Az akció január 12-éig tart a határ mindkét oldalán. A romániai parlamenti képviselők nem félnek a varázslók átkaitól, legalábbis ezt állítják. A bukaresti törvényhozás jövőre tárgyalja a boszorkányok varázslók tevékenységeit részben szigorító jogszabálytervezetet. A jósnők viszont már jó előre bejelentették, hogy negatív energiákat is bevetnek, ha a honatyák nem gondolják meg magukat.
Romániában a mágiát idén januártól hivatalos foglalkozások között tartják számon. Az egyik demokrata liberális párti képviselő törvénytervezete azonban szigorú szabályokhoz kötné az ilyen tevékenységet. A politikusok már neki is láttak a törvényalkotásnak, és nem veszik komolyan a boszorkányok fenyegetését. December a szeretet és az ajándékozás ünnepe, az RMDS frakció megrendelt egy tucat seprűt. Tehát ne csodálkozzonak, hogyha a februári műsorkezdéskor, mikor elkezdjük az új parlamenti szessziót, sokan fognak röbdösni tiszta új vadi új seprüken. A készülő rendelet megtiltaná például, hogy a mágusok, jósok, boszorkányok az iskolák vagy templomok közelében tevékenykedjenek. Számlaadásra és működési engedély beszerzésére köteleznék őket, és természetesen az adók és járulékok megfizetésére, csak úgy, mint bármely más foglalkozást űzőket. Már a Könyves Kálmán megszüntette a boszorkányégetést, és mi ehhez alkalmazkodunk, tehát nem akarjuk mi se elégetni őket. A román honatják ugyanakkor elismerik, hogy az országban sokan hisznek a mágiában. A román nép valóban eléggé babonás, de az államnak kötelessége az embereket megvédeni a csalóktól, mondta az egyik szociáldemokrata képviselő. A jósnők viszont a parlament előtt szórták az átkokat a képviselőkre, de úgy tűnik hiába. Nem félek tőlük, épp ellenkezőleg. Azt hiszem, ha a nép okosabb, tanultabb lenne, ezek a varázslók éhen halnának, mondta az egyik honatja. Pedig még a hírességek is gyakran fordulnak jósnőkhöz. Nemrég egy ismert énekesnőtől zsaroltak ki a boszorkányok 150 millió forintnyi összeget. A két asszonyt le is tartóztatták, szolgáltatásaikat állítólag a válogatott focista Adrián Mutu vagy a román szenátus volt elnöke Mircea Joana is igénybe vette. Következnek a sporthírek és az időjárás jelentés, híradóval pedig 7:30-kor jelentkezünk legközelebb. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!